complicated. It's always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Azért vagyunk itt Rakoncai Viktor stúdiójában, mert nem olyan rég a Music Channel-en bemondtunk egy hírt, hogy David Guetta énekversenyt hirdetett, és lehet ezen indulni, amatőr énekverseny, és a különböző dalaira lehet ráénekelni. És hát így poénból úgy gondoltuk, hogy miért ne jöjjünk el és próbáljuk ezt meg. Ritka esetben indul el olyan igazán komoly előadó vagy tehetség. Ilyen esetben igen, mint a Regina, hogy ezt kitaláltátok, ez egy nagyon jó ötlet. De én azt gondolom, hogy egy földi halandó előbb fog benevezni egy tehetségkutató versenybe, és ott felfedeztetni magát, mint egy ilyen versenyen. Zene szempontjából, tehát zeneileg nem egy bonyolult dal, viszont ének szempontjából nem egy egyszerű dal, hiszen itt a refrént nagyon kell tolni, tehát itt nagyon jó énekesnek kell lenni ahhoz, hogy ezt a refrént el tudják énekelni. Itt kell énekelni, hogy hallja, és hát, hogy fel tudjuk venni Viktort. Én a fülesben csak a zenei alapot hallom, és nem hallom azt, amit én itt énekelek. És az ugye elengedhetetlen elvileg. Tehát próbáljátok meg azt, hogy úgy énekeltek, hogy befogjátok a fületeket, tehát annyira nem hallotok semmit, és így egy kicsit nehéz. Well, it takes over. Yeah. I know you can't deny. Ami az érdekesség ennek az egész versenynek, hogy úgy van kitalálva ez az egész program, ahova fel kell énekelni, hogy itt nincs lehetőség arra, hogy esetleg utólag az ember kikozmetikázza az éneket. Itt elejétől a végig el kell énekelni, és ami, ahogy történik, úgy kell feltenni az internetre, nem lehet megváltoztatni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg mindenkiről kiderül, hogy így egy szuszra hogyan tud énekelni, és szerintem a Regina nagyon jól megoldotta. Kelly Rowland szerintem egy fantasztikus nő, nagyon jól is néz ki, és borzasztóan jó hangja van, úgyhogy énekel, énekléssel kellene foglalkoznia, úgy gondolom. Végighallgatva nevetek magamon is, mert azt gondolom, hogy tényleg jobban meg tudnám csinálni. De hát ez van. Vannak nálam azért rosszabbak is, és természetesen jobbak is. Én szerintem a Regina meg fogja nyerni. Poénnak fogom fel, de azért bánt egy picikét, hogy olyan részeket nem tudtam megoldani, amik egyértelműen hamisak lettek, és ez egy kicsit rossz, mert azért általában maximalista vagyok, és azért jó lett volna még egy picit többször felénekelni. When love takes over, 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 when love takes over. Ha érdekel titeket a dal, akkor meg tudjátok nézni a puresolo.com-on, és hát remélem, hogy hamarosan hallhattok tőlem egy saját dalt is, amit Rakoncai Viktor fog elkészíteni.